Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matvar vagyok! És ez itt az Earth Family Zeiss 4 távoltengely következő része! Ez itt pedig az egyetlen, az egyedüli csak Korea! Yeah. Hello. Ha emlékeztek a legutóbb, én hát eléggé kiterjesztettem Mugalszt, Trunkaloo pedig elfoglalta Kínát igazából. Ma pedig Trunkaloo tovább fogja foglalni Kínát, én pedig tovább fogom foglalni Indokínát meg Malájföldet, mert Trunkaloo mégsem akar háborúzni az európaiakkal még. Azért, mert kibaszott tengeren kell futkározni jobbra-balra és bőlokádék. Inkább megyek Európán keresztül. De uram, miért nem akar harcolni a britekkel? Azért, mert ből. That's right. Egyértelmű. Jumenre még tartasszam, hogy igényt ott a mongoloktól? Mire? Jumenre. Tibettel határos. Az északi határ. Figyelj, hova tartozik? North China. Szóval igen. Ah, fuck you. Véletlenül arra fabrikáltam krémet. Ja nem, valamire fabrikáltam krémet. Ja, még egy keletebbre, akkor hagyjuk. Matt? Ja. Oké, okay, mindjárt fabrikálunk még egy krémet. Szövetséget ajánl a juttala. Ne! Mondanék neki, hogy fuck you. Ja tényleg, nekem itt az a küldelésem, hogy Changchenget anektáljam. Ezt megtesszük, ez mikor nem leszek én a sátán? Júniusra. Na várjál, most elkészült egy kolóniám. Hányan vagyunk? Mi folyik ott? Ja, a parasztokkal fogunk harcolni, jó. Mert? Mondja, van itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aki még egy kell. Merchant Svendard. El tudom képzelni, hogy a cseh kereskedőknek elfogadják a rágalmait az ilyen, nem tudom, fucking Bengáliában. Kiküldtem az emberem. Vagy ez nem globális? De ez globális, köszi. Meg Indusba is eljutott a csekémnek rémhíre. Csekém? Igen. Ó, én kicsi csekém. Nem engedjük az üzbélyeket, fuck the üzbex. Ó, Yamatót áttérítettük. Na, mert ez gyors volt. Fuck, most lejelzik a sátán, hogyha nem várok egy hónapot. Megkockáztatjuk, hogy én vagyok a sátán. Legyek sátán. Én vagyok a sátán. Óvár itt közben térítgetem. Térítgeted óvárat? Óvár itt. Ah, igen. Az óvárjakat térítgeted. Vazalajz Kokand. Hol van Kokand? Seriously, hol van Kokand? Te vagy Kokten. Úgy emlékeztem, hogy itt vannak valahol. Ezek létrejöttek? What the fuck? Egy ejtelkes itt az aranyhordába. Azért mondom, úgy emlékeztem, hogy ez idejében volt Közép-Ázsiába. Kokand. Azt írja a játék, hogy konyzálnom kéne Estanifanulgát. Nice. Tehát Estanifanulga. Ja, persze, konyzáljuk Estanifanulgát. Ez fucking hell játék. Matt? Ja. Oké, kész vannak az első magvak. Már nem én vagyok a sátán. Csak egy napig voltam én az Antichrist. Mi volt csak? Közben fabrikálok egy krémet Mongóliára. Na tehát fabrikálok egy képet? Egy krémet Mongóliára. Mi a büdösét az, hogy nem tudok kaklikra? Ja, oda már van krémem. Oké, kapunk... Megtérítettem az egyigóiakat. Egyébként azon gondolkozom, hogy tovább építsem a Mughal strádát. Azért is jó. Ezeket ide tudom építeni? Gyorsabban mozognak az egységek, több adó, több épület és több a supply limit. Ó, tényleg a Fort Activization-t ezt kapcsolod le. Azt nekem nem kapcsolja be automatán valamiért. Ne? Azt hiszem végigépítem itt a Mughal strádát itt Dél-Indiában. Összekapcsolom az északi, nem tudom, az északi Mughal strádához. Mighty Mughal stráda. Okay. Ez mi? Hát tehát egy tartomány. Good. British Tech szól, az Independence-ét akarja supportatni velem. Hát szerintem nem akarjuk, hogy függetlenek legyenek. Nem hát. Én akarok benni az overlord-ba. Na. Én úgy érzem, hogy... Trunkel most úgy érezzük. Na már én is tudok amúgy road networket építeni. Mire is jó?
Plusz tax, movement speed, supply limit, és plusz egy épület, tehát nem foglal slotot. Azt hiszem fölmegyek és megtámadom Mongóliát. Most? Yes. Miért össze kell hangolnunk a támadásinkat Mongólia ellen, elbírsz velük egyedül, nem? Ja, nem. Jarkantól követelek egy tartományt, megtörtént. Megint el fognak fogyni a galambjaim, de hát ez van, nem vagyunk egy galambos birodalom, most mit nem mondjak. Ja, de így minden Highlands, föl kéne építenem oda a Mogul strádát. Mennyi idő, amíg felépül egy tartományi Mogul stráda? 24 hónap. Aztán felépítjük akkor oda a Mogul strádát. Mogul stráda megrendelve, várunk 2 évet. Make India great again. Újraépítjük az infrastruktúránkat, ott is, ahol még sosem volt. És épülnek az autópályák tűvetben. Fuck you, Guilin! Jaj, ne! Discoverölték az engine-zömet! Kifixeltem Great Britain-t! Prefixelted Great Britain-t, what? Eclipse-eltem. Oh, az jó! És már 27-es haditekken vagyok, 210%-kal előrébb, mint mindenki már. Na, hiszen most készülök 27-esre fejlődni. Bár nekem majdnem kivannak tolva már a quality ideák. Végén 500% disziplin. Az odavág. Bár nem tudom, hogy bajonettom, hogy miért viszi fel a supply limitet. Pedig az most pont jól jönne egyébként a Mogulstra. Én rájtettem meg. Miatt. Igen. Pedig sikerült. Ez olyan, mint Trump elnök választása. Oh, nice. Az Tanifan Ulgában kapunk kolonistákat. Good. Na, tudok mission-t felvenni végre. Mi van? Hol van ez a Lingyun? Micsoda? Lingyun. Aha. Az kérlek szépen az inbefolyási szférámban. Arra kaptam claim-et questtel. Hát akkor nevet fel azt a questet. Nem mondjuk szar development. Az inbefolyási szférám trunkeló. Ez mit ad? Oh, diplomatic repetition. Én sem foglaltam bele Brunei-be. Nice. Hűha. A Chimera mi vád ők a vazallusaid? Nem imád annyira. Nem is vagyunk házasok. Miért nem? Runkeló. Dundó. Most már azok vagyunk. Oké. Okay. Az improved relationsnél meddig kell fölvinni? Nem tudom. Szerintem 190-re. Jarkant harcol csak a tájjal. Megy ott az izé a mongol derbi ott Közép-Ázsiában. Kik akarnak lázadni? A Sulu szeparatisták Manilában. Ejha. A Spock szeparatisták nem lázadnak már eléjük. Kik? Nem rönt, a Spock szeparatisták. Nem. Tudod nem, Sulu. Ó, meghalt a generálom. Ó, de humanity. No, ulem a losing power, great. Nem tudom, hogy miért lúzolják a power, de lúzolják a power-t. Fuck you, damn it, you blew it up! What? That's right. Ez honnan jött, Runkeló? Ja, Planet of the Apes. Oh. You blew it up? Erre a sorra emlékszem valahogy. You maniacs! Oké. Okay. Nem vágod? Nem. Nem mutattam pedig még. Biztos, hogy ez a Planet of the Apes-ben volt, és nem valami szos másolatban? Mikor meglátják a szabadság szobrot? Spoiler alert. Spoiler alert. Yeah. Oh. Akkor nem... You blew it up? Ezt mondja? Ja. Yeah. Oké. Okay. Mokha már... hindi kultúrájú. Yes. People sampling new religion. Overigets heresy.
Heresy? Csomó mindent lebasz, vagy Coragets increased narrow-minded, technology costot felnyomja 5%-kal. Tudunk el, tudod, hogy mit szokás erre mondani? Mit? Nobody expects the Inquisition. Eddig kapom? Csak 10 évre. Na, no, legyen. Legább könnyebben tudok téríteni. Maniacs! Dalival akarsz háborúzni? Itt van Gangan. Gangan. Várjál, mindjárt, most csapatokat veszek fel éppen. Dalira szerintem most nincsenek klényeim. Az egy terület van. Arra gyárts egyet. Meg hát nem kell, hogy legyen klémed. Hát azért jobban szeretem, mert most el vagyok kicsit ponttalanítva. Minusz 200 galambon vagyok. Meg azért lenne jó. Ja, nem lenne jó. Ó, vége csúszom minket. Ugye a mongóliát berángatnám. Bár ha szétvernéd a fejüket, akkor de én meg akarom támadni mongóliát. Ah, majd szedd szét a szövetségüket. Miért? Külön akarsz ők háborúzni? Aha. Oké, okay, majd meglátjuk, hogy hogy fogadnak el békét. Most épp felállítottam 2 plusz hadsereget, lassan elkészül a Mogulstráda, aztán utána megyek éjszakra. Big lázadás. A Mogulstráda, paraszt illeti. What the fuck? Porosztok? Nincs egy darab tábornokom? A porosztok, azok a porosz parasztok. Ezt most én rosszul látom. Olyan betűnik. Már itt, hogy nincs és uralkodom sincs esetleg? Vagy nő? Empress. Ja, Empress. Jiangxin. De a fiad az 9 éves, hogy esetleg szereted a gyerektábornokat, a gyerekkatonák mellé. Na, csapjuk zét a fejüket, ha lehet. Mindjárt még készül a hadseregem. Nem neked, a lázadóknak. A donation. Kérne tőlem 800 dukátot, a jó nénikédet. Azt kérnéd. Antli clericalism. Antli? Naddi Antli. Csak ne Antli clericalizmusát. Érdekes, mert amúgy a clergy-nek növeli a lojalitását. Trunkelo, na azért, jó, mert akarunk? Két opció van, az egyik csökkenti, a másik növeli. Na várjál. Mi lenne, hogy elolvasnád nézem, az eseményeket? Hogy... A merchantoknak kéne lojalitást adnom, de olyan nincs. De kaphatnék 500 pénzt. És elvernél a egy területet a merchantoknál. Ah, nem növeltem az éjjüket. És elvennél vele egy területet azzal, amivel pénzt kapsz. Nem? Ez nem az esemény? Ami leviszi 25%-ra az autonómiát, vagyis kidobja azt a rendet a tartalányból? Ez növeli az influence-üket? Nem. Gyártassak 5 galleont a... tudod kikkel? Mercsantokkal? Nincs elég galleon, nincs elég galleonod, meg pénzed galleonokra? 7 darabban. Hát akkor építs párat. Csak először kérek tőlük egy ilyet. Jó, már olyan a, már olyan a teched, mint zeném diplóba. De is fogsz hagyni, mert minusz 184 galambon van, igen. Nyugati esodás, ez amúgy odavág. Ja, nem tudok nekik monopóliumot adni. Hát ja, tudom, hogy odavág. Na de a mugászok is odavágnak. Hát annyi free claim-mel ne csodálkozzál. Wow, old a claim. Na jó, de azért az elején meg majdnem széteste, amikor horda voltam. Az volt a nehéz része. Hát ja, de hogyha nem, akkor... Most learatom a munkám babérjait. Vagy gyümölcsét, vagy mit szokás aratni. Tarosd le a fejedet. Az a... fejborotválás? Mikor learatják az ember fejét? Ó, oh, stock exchange, és ez nem a na. Októberre kész lesznek a... Kész lesz a Mugálsztráda. Most hadsereg... Jaj, ne, nem is figyeltem, hogy Kutályba belázadtak. Oh, fuck! Ezt kurvára néznem kellett volna. Nem akarsz oda hajózni, leverni a fejüket? Hova? De Kutályba, Borneo. Miért én hajózzak oda? Gondolom hajó közelben annak az embereid. És a tiéd nincsenek? Nincsenek. Át vissza kell sétálnom Kínából. Hát nekem meg oda kell vinni a flottát, ahol az embereim vannak.
Gyere te is! Hát persze. Egyébként a hadseregeim sorrendben 29. hadsereg, 6. hadsereg, 4. hadsereg, első, második, nem. 29, 6, 3., második, első, negyedik. Nem tudom, hogy ez a 29. az hogy került oda. Na ártan a föltalálom a limes, mert mindig morzsódnak itt a transportjaim, amikor viszem őket. Ez a szeparatizmus. Hát most kivételesen tőle nem vetted észre, hogy föllázadtak. Tehát az azért eléggé hardcore hiba. Meg mit lázadnak amúgy nálad ezek az emberek állandóan? Ezt elfoglaltad 20-30 éve. Egy folytáve. Te érted ugye mire odaérek, addigra simán befoglalják aztán a szeparatizmus. Hát akkor menj oda, mielőtt föllázadnak, könyörgöm. De nem vettem észre. Poor government policies. Ó, oh, stabilitást tesznek, vagy pénzt. Adjál pénzt. Veszíts pénzt. Kisebb pénzt vesztek. Van 200 dukátom, és kéne az háborúra. Most építettem meg a munkásztrádát. Elég 50 pénz. Nincs diplomatám. A mogulok nem tudnak kölcsönadni. Kéne volna pénzt szereznem, honnan. Pénz. Vannak aranybányáid. Fejleszd őket. Hengyangban 3-as a production-öt, könyörgöm. Jót még nem húztam. Nope. Nekem is följebb kéne húznom, de azért de még a legalacsonyabb is 4-esem van. Ja, ne, én azért nem tudom fel, hogy minusz galamba vagyok, ugye? Mert az összes galambot lemészárolták legutóbbi békeszerződés alkalmából. Ők voltak a vacsora. Tessék már 7-es. Nice. Tehát még nem jön belég pénz. Veszítsek és stabilitás, de nem akarok. Legyen inkább kölcsön. Legyen inkább kölcsön. Ez rosszul kezdődik. Mennyi az inflációd? Szerintem alacsony. Szerintem... Ó, 3000 pénzt vettünk föl. Majd. 0,10%. Na az jó. Végre. Ja, tényleg én akartam mongolokra klémelni. A mongolokra? Mongolokra. Ah. Vissza a molukkászra kell vadászni. Szóval úr konvertálva? Irány bidar. Merre járnak a hajóid? Három tartománnyal odébb vannak. Call me your fucking tits. Hol vannak a te hajóid? Már úton. Aha. Csak pont oda mennek ezek a szánalmasok, ahova nem kéne neki. Vidd oda a hajóidat. Na, megvered, mire odaérek. Have fun, megyek vissza, bye. Szabadíts már fel őket, ha van ott. Szabadíts fel őket, te, nekem kellenek a hadseregeim. Most oda kell mennem. Hát, ez szörnyű. Trunkel. Veszek fel oda egy embert. Hú. Úton van a flottát, kös vele, kiragd őket, ki, szabadíts föl, ragd őket, vissza, bye. Fortification. Ó, meghalt a treasure-öröm. Ó, de humanity. Most az emberiség hold meg, vagy a treasure-öröd? Treasure-öröm. Treasure-öröm. Minisztert vehetnék, de fölmenne 76-ra az influence. Hát az egy kicsit magas. Ha kapsz egy eseményt, akkor már átveszik a hatalmat, de hogyha akarod... Nem lesz esemény, fölvettük. Good. Na, most várok pár hónapot, hogy kicsit helyre jön az államkassa. Mert itt megszlenderölték a merchantjaimat, aztán itt ki kellett mennem itt leverni a trunkerikat, meg megépítette a mugálsztrádát. Kicsit ki vagyok merülve, aztán utána megyek mongolok ellen. Oh, the Mongolians! Azok ellen én is megyek. Vagy várja, akarok én menni ellen? Trunkel, az előbb azt magyaráztad, hogy megvárod a háborúmat, hogy felbontassam a szövetségüket Dálival. Oh, that's right. Itt én vagyok az, aki sosem emlékszik arra, hogy mi folyik a képen. Ne lopd el a szerepemet. Igen? Yes.
Szerintem várok 42-43-ig, aztán utána nekik zúzok. Addigra talán kidrom tolni a bajonettet, és akkor a Mugálsztrádával együtt már bár, 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 kiklázadnak már megint. Szulu! Vissza a hajóra, srácok! Na, no, lehetséges, hogy nem áll... Látom, hogy még mi nem szabadított fel azt a tartományt. Dehogy nem, most megyek. Hát de még nincs felszabadítva. És ami azt jelenti, hogy lehetséges? Hát lehetséges, hogy nem ártott volna közelebe tartani hadsereget a többi lázadás ellen. Ó, az az, halat termelünk. Nice. Halott termelünk? Halat. Ó, oh, halata. Na, hol van Manila? Manila. Manila Bay. Ó, hogy itt van a rohadt ondóiaknál. Ondó? Naddi, ondó. Na, szerencsére nincs messze. Mindjárt keres 0,39-et. Jó, felemeltem két hadsereget. Tényleg hányszoros a hadseregem a másodiknak. Csak itt a two power standardet követem-e. Hát nem egészen. Közel vagyok hozzá. Ja, de hogyha úgy számolom, hogy a koraiak haverok, akkor igen, akkor megvan a two power standard, oké. Okay. Ó, oh, meghalt egy advisorom. Nekem is. Bár nem alkalmaztam. Colonial Range. Ilyen tag. Aha. Kapitán Interrogation Overtime. Ez az állítás nem hamis. Interestre miért fizetek 7 aranyat? Mert 3000 kölcsöt tettél föl. A szuliak már nem is akarnak lázadni, így, hogy ott van az arába. A fejükön. Ja, itt az azará, itt az arába a jó ideáival 50%-kal több esélye kapsz női tanácsadót. A világ leghazantalanabb ideája. Más jépegje lesz a tanácsadódnak. Gratulálok. Ez a csataflottám? Ez a csataflottám. Oké. Okay. Mongolok a sulokkal háborúznak. Hadd foglalják el őket. Oké. Okay. Mert? Nem, miért nem? Ó, milyen hosszan írja ki azt, hogy Koreán-Japán. Ez meg. Ó! Rohadt paradox! Látom. Lehúzza a Kurili-szigetekre, hogy Japán. Szóval az üzét állást foglal. Jó van, jó van. Vagy lehet, hogy ahhoz van közül, hogy akkoriban japáné volt. No, semmiképp. Yes. Oké, itt már a harmadik Endrész a császár. Épp harcol Velencével, aki megtámadták Aquileiát. Nem volt jó ötlet. Nagy Velencei Balkánt éppen megszállják The Knights-ok, ha jól látom. Miért nem veszi be nem, a Aquileia területeit a birodalomban, amúgy? A császár? Aha. Szerintem bevette őket. Ja, bevette őket, benn vannak mind. Ja. Meg a Krim fölött is birodalmi területek vannak. Mire alapoztad az, hogy nem veszi be őket? Más színe volt. What? Mindegy. Szerintem azért, mert ő a császár. A császárnak mindig más színe van, mint mindenki másnak. Akbar már kapott 2 military point az egyetemről, hála az éjnek. Na most lehet több államom. Király, van még egy kolóniám. Ezután megkapom a tüzet, onnantól kezdve meg nem érdekel. Megkapod a tüzet? Feltalad a tüzet? Yes! Trunkatűz! 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 Fabrikálok egy jogot... Kocskorra, vagy... Legyen üszkendre. Hát nézzek meg valamit. Nézd meg valamit. Yes. Ja, itt nincs sehol arany az új világban? Ezek szerint? Úgyis mondhatnám, apparently. És totál sehol nem mutatja, hogy lehetne. Vagy lenne. Indeed, yes. Azt nem tudom, hogy hát Jarkannak hogy van katonai kereskedelmi ereje az Induson.
hogyan, fizikailag hogyan képes erre, nem tudnak oda transferelni sem erről. British Tech szólva megindította a függetlenségi háborúját és Franciaországgal szövetséges. Oh, nice. Miért a Condulmer dinasztia uralkodik a franciáknál? Milánóban vannak és Horvátországban. Tomislav Condulmerrel, Galeazzo Condulmerrel és Pierre Condulmerrel. Na mindegy, a császáraink mindig a Fogyebrád. Az oroszoknál még mindig Rurikovicsok vannak. Na, szerintem évvégén feltolom a Jonovatot. That's right. A techemet. És utána fölmenetek a mongolokhoz és nekik zúzok. És közben fabrikálok egy jogot Fitzarnulokra. Ha te így hívod? Miért arra jogot szoktál fabrikálni? Szóval remélem Szulcsak sok gyorsan meghal és akkor jöhet majd Akbar, aki dicsőséget hoz mindnyájunknak. Yes, konizáltam, yes. Turn it into a city? Vagy rival for rival? Nem. Turn it into, bár az adnak galambokat és az most nincs. Mennyire utálnak az osztrákok? Meglepően nem nagyon friendly velem. Akkor ne vegyük kapcsolatokat Ausztriával. Ilyet már régen csináltam úgyis. Ó, és Malinadu áttért az eretnekek. Ja, és jöhet Akhmadabad. Egészségedre. Jaj, a Huawei-ra van klémem. Huaj! Szibir harcol az ügyvégekkel. Oké. Okay. Production research flowed. Ignore them. And his ramblings. Burn the trunk and his books. Amúgy tetszik, hogy mindig ott vannak a potenciális aranytermelő tartományok, amiket nem konzáltál Szibériában. Azon vagyok, nem látok. Nem. Ami pedig ott vannak már Kozukében az embereim. Ja nem. Ultri Redben. Ja nem, Komiban. Na, mert tényleg Komiban ott vannak az embereim. Hát ott még nincsenek, de oda mennek éppen. Az egyetlen potenciális aranytermelő tartomány? Aha. Na, megindítod végre a háború, de... Ami azt illeti nem, Komiban 0% esély van rá, hogy ott arany legyen. Egyébként az év végén mi a bonyolult? Hát, ja nem, figyelj. Az a mellette lévő. Ja, én csak határt akartam az oroszokkal. Na, mindegy. Gratula. Az év végében mi olyan bonyolult? Meg akarom várni az év végét a háborúval. Jóra, meghalt tanácsadó, most már mínuszban vagyok. Meglepő módon nem fizetett magáért egy tanácsadó, ilyen ritkán van. Tudom kell, hogyha ilyenek nem lennének, akkor már menne a háború. Ugyan már. Te vagy az ugyan már. Csak nem tudsz róla. This was not quite the plan, vesztettem 160 dukátot. Tényleg, mi van, hogyha így elfoglalom? Ja, akkor szimpla állom, aha. Jó. Felküldjük mind a három hadsereget a mongol határa, a mongolokhoz. Legalábbis a közelükbe. Trunkeló, küldj pénzt! Mennyi? Mondjuk úgy 500-at. Kicsit sorba kerül most a hadsereg korrupcióval együtt. Bár nem tudom, mit vagyok ilyen rohadt korrupt. Nincs diplomatám. Akkor szerez egyet ráért. Akkor jó. Ja, Ambulance Research, attól vagyok korrupt. Ja, az nálam is 0,50. De uram, ez egy bajonett, az pedig egy galleon, sikkasztanom kell! Nevetséges ez a játék néha. Használd a bugusztrádát és takar egy fölfele. Szerinted mi a büdeséget csinálok? Küldjél pénzt.
Na, Trunkaló, világnak hányadik sarkába hozod vissza a diplomatádat? Nem hozom vissza, éppen a nektár. Mind a kettő? A másik meg klémet fabrikál. Hát akkor hozd vissza azt, amely klémet fabrikál, egy hónap alatt küldesz nekem pénzt, és utána visszaküldeled klémet fabrikálni. Azt hiszed, nekem érdekem, hogy neked pénzed legyen? Na, akart, hogy elhozzam a pénzemet? Hogyan hoznád el mégis? Megvan hozzá a hadseregem, úgy. És azt hiszed, elárulsz, én játszok tovább? Akkor rád állítom a lincs mobot a csatornáról, mert miattad szokott... A lincs mobot a csatornáról, mert miattad szokott... És ők mit csinálnak félre. Pontosan? Hát meglincselnek nyilván valószínűleg, miért hívják őket lincs mobnak? Verbálisan? Ajaj. Nem, fizikailag. Na, South China. Oh yeah. Úgy érted, China? De ezt itt ne. Mit itt ne? North China, úristen! Mi az? Making Shanxi into a state will cost us 0,68 in maintenance every month, but it will increase our income by about 4,77. Hát ja, ez így szokott lenni. Ez mehet még az uramához. Ez itt nem megy senkihez, kérem szépen. Ez itt állami tulajdon. Ez is. Ezt kiadjuk a manszatbaroknak, vagy mi üdvöseltek, hogy megkapják a dzsungelt. Megetted itt nagyon a szecsuáni csirkét, most tudnám sztétté nyilvánítani. Micsoda? Meg tudnám sztétté művelni szecsuán. Ah, na küldjél pénzt! Menjél még 10 nap. Na majd most. Na tehát már csak 3300-zal lóksz nekem. Mert? Ki számolta össze? Én. No. Valószínűleg inkább 5000-rel lóksz nekem. Mert? Ez nem hivatalos. De ez ja. Hivatalos. A padisak azt mondta, tehát hivatalos. Ajaj, a clergy és a nobility területeket akar. Szibériai tibű. Trunkaló, adj nekik fucking Kínában területeket, ahol még kapsz is valamit a bónuszaikból. Ez a nobility nagyon földélyes. Nekik nem volt elég a 3 developmentes terület. Há nem. Adj nekik manpower termelő tartományokat Kínában, van bőven. Ja igen, ott húzogattam a manpower-t. Nem akarom tudni, hogy mit húzogattál Kínában. A manpower-t. Nem akarom tudni, kinek nobility. A manpower-ét húzogattad Kínában. Jó, most már örülnek a fejüknek. Na és most jön egy közép-ázsiai háború, ami EU4-ben nagyon szórakoztató szokott lenni. Elindítottad? Nem. Na. Ja tényleg Dálihel is felejtettem. Na mindegy. Legyen a... It's all about Vorgol. Kakilik. Van egy tartományuk, hogy kakilik. Ja, már látom. Meg mindig jön, de kuka. Fucking kuka. És akkor elhozom... Dali belép? Harcol... Hát persze, elhozom harcolni Dalival. Adent átterítettem kulturálisan. Itt van a seregen állam amúgy. Most megy Alkszába. Meg Ningxiába, meg Lanzsúba. Látom, komja tetsz. Ez hogy jön át ide hozzám? What the fuck? Átengedsz engem. Igen, átengedsz engem. Hogyha ez a logika amúgy. Igen, hogy te átengedsz engem, akkor őket is átengeded. Ott van Hami. Rögtön Kakilik mellett van Hami. Fúj.
Na, Gobabroxot áttérítettem a Borg mellettem áll nyilvánvalóan. Dalit stackwipe-oltam. Ja, és ott van Csengduban. Látom, Trunkus. Nyugisz. Hogyha harcolni akar, akkor szétverem. 19-es aditekje van, 6-tal fölötte vagyok, hogy mennyivel. Szia, Mongólia! Vannak egyáltalán fortjai? Ja, ott van egy Brynandiben. Na, ez volt fősörege. Azt mondom, ez a stackwipe volt, ha jól láttam. Igen, ez egy stackwipe volt. Jól láttam. Ermaja kész van. Irány tovább delfelé. Ryan, kapom a Ticking Wars-kort abban, hogy megszálltam Kakiliket. Ah, van Stock Exchange-em. Wow. És még mindig 0,5 a korrupció, úgy tűnik az a maximum. Valószínűleg. És a merchantok, ja, ők amúgy is tiszt lejelősebb voltak. Amit akartam. De mi? Ebben senki sem kételkedik. Ja, a Stock Exchange-eket lerakni. De mégis hova érdemes? Ahol kereskedsz, Trunkeló. De mi lenne, hogyha ezt a közben néznéd, hogy megy a játék? Thanks. Köszönet világa, World of Tanks. Rival over rival, done. Ausztria imád. This is good news, yearly corruption minus, supi, tehát plusz pénz. Na, már is plusz vagyok, hogy van yearly corruption minus 0,1-em. Itt abban kapok, hogy centralizáció. Megyek megostromlom Mordoszt. Vagy nem. Vagy nem, mert én vagyok az, mert én vagyok a host. Vagy nem, mert valamit nézek. Szíves. Na. Dalitól elkövetelem Guangant és Guiyangot. Guiyang még az enyém, ugye? Hol? Guiyang. Ja, az ja. Még az enyém, meg Liuzhu. Vagy ja, nem, az nem a tiéd. De. Guiyang meg Liuzhu még az enyémek. De épp ott volt az, hogy belerondítottál a szférámba. Ja. Na miért még bosszút állok? Nem vazalizálom kokandot, fuck you játék. Nem kell nekem egy egytelmes vazalus, aki megeszi a galambjaimat. Fucking galambjai. És kiütötted Dalit? Nem, még nem. Mert? Mert. Ordosz megszállva, irány Hohot. Hohot pontosabban a fővárosuk. Hohot. Ja, hogy ott van még egy erőd, aminek van egy ilyen félcentis határa ott Dornogoviban. Oké. Okay. Ami tudjuk, a mongol pusztán erődökkel lehetett dominálni. Fucking játék. Ó, tényleg, hogyha most ezt itt elkövetelem tőlük, akkor rohadék lesz az enmi? Nem lesz rohadék az enmi. Hát, nem, ezt itt. Ezt space itt. Tudod, ezt space it. Space. Az emmi nagyon kedvesen rám ült 38 ezer emberrel. Na.
Dale! Ezzel kérünk egy rakás pénzt, és felmondatjuk a szövetséged. Oké, okay, Dali szabad préda. Politikai krízis már reasons, végülis a győztes háborúk ezt szokták magukkal vonni. Ezt a kettőt megmagvaljuk. És akkor Mongólia! Ja, ezeket itt követeljük, mert ez Tibet. És akkor nem terjeszkedek túl Tibeten, mert nem vagyok olyan köcsög, mint Trunkeló. Ugye? Nem tudom, miről beszélsz. Liu Zhurall. Megint nem megyek mínuszba galambok terén, megint megeszik a galambjaimat a rohadtokból. Ne! Ne békézz ki velük! Miért? Fuck you! Szétverhetted volna a sereget, amit gyűjt. Vagy szétverhetette. Have fun. A fősőjüket már egyszer stackwipe-oltam. Várjál, még visszautatom a seregeimet ide a környékre, mert szerintem lázdások lesznek. Kínában már van tél? Azt tudom, hogy Indiában sosincs tél. Micsoda, itt van kahar? Ja igen, elengedtettem őket, hogy tudj két hatalommal háborúzni egy helyett, tudod, kevesebb tűzszünet. Volt feles warscore-om. Remove Ming from the map? Mennyi túlterjeszkedésem van? Ó, még közel sem vagyok sátán, akkor még tudok terjeszkedni. Amúgy tetszik, hogy ez így a túlterjeszkedés mérőszalag, hogy te vagy a sátán. Mert sátánság alatt leszarjuk. Na gyere Akbar Szonhát. Ó, Akbar Szonhát megint három csillagos tábornok, nem csak kettő. Hatot kapott manőverre. Hozzá meg fog halni, milyen szerencsém van. Megint. Endegen. Dude, még nem is a mongolokkal akarsz harcolni? Akkor miért lett volna fontos, hogy megverjem a seregüket? Mert akkor elborúztam volna velük is. És így nem fogsz? Nem bírsz el Mongóliával? Nem. I see. Túl erősek. Egyértelmű. Vigyázzon, figyelmeztetni fog. Micsoda? Hunkver Lanzhu. Ez hol van Lanzhu? Szerintem az én szférámban. Ja nem, ott már nem igazán lehet. Ó, oh, ez mongol. Fasza. Mongólia. Ja, ott van. És kik akarnak lázadni? Mi vagyunk a mamiti mugalszok. A vunok. Ők jól jöhet. Vun. Azok kell vigyázzak el, hogy kettő legyen belőlük, mert ugye veszélyesek. Nem értékeljük a Game of Thrones-os szóvicceket? You know, vun. Ja, na azért? Heresy. Jó, jó arda heretik. Heresy. Te vagy a heretik. Na, és így lett vége a Ming Birodalomnak. Thanks! Még lenyilom 69 dukátukat. It's Obama. Remove Ming from the map. Mi volt a császár? Mi? Ő volt a császár. Protect our brethren in Homi, vagy turn Estani Fanulga into a city. Törnöljük City-vé Estani Fanulgát. De ez a Protect our brethren in Homi. Csak nem tudom elképzelni, hogy valakit egy Homi nevű tartalmányban elnyomjanak, ez valahogy úgy ilyen fura. Local traders demand aid. Adj nekik jegyzet. Te jó fej vagy, mert nem egy jegyzet adsz nekik, hanem túl jegyzet. Ó, oh, minusz 3-as stabilitáson ezeknél a csíreknél. Tudj a csíra. Na, akkor elveszük ezt is, a pénzüket is. Amúgy őzlem egyébként furcsa, hogy az oroszok nem jöttek nekem. Ez ott volna logikusabb. De és hát... rivókoltatom őket de. Róla. Oké, okay, minden klémiket rivókoltattam rólad. Good. Annyi. Hm. Szöp China.
Na, hogy most elfoglalod Kahárt, Mongóliát, meg elektálod Csét, akkor már így ilyen nagy izékkel lesz kiírva a koreai felirat. Az a célunk, minél nagyobb betűkkel legyen kiírva a nevünk. Hát, amúgy ennek az a lényege, hát, a játéknak. Egyébként igen. Azért figyelek jobban a Border Gore-ra, mint arra, hogy mit érdemes elfoglalni. Jaj, nem, most megint vannak a lázadások. Francis, no longer a valid rival. Eclipse-eltem Francot. Yes! Aztán azért Trunkelóra még nem rivalizálok rá, de hogyha nem adja fel Lyon Zsult vagy művődés helyet, akkor lehet, hogy muszáj lesz. Matt? Matt. Oké, Matt. Harcolja. Miért van a moguloknak? Én azt hittem ez Ukrajna, de nem, ez csak Ukrajna szerencsétnek kis testvér, akinek nem volt pénze egy teljes szigonyra. Native Assimilation in Kumi. Good. Azt hiszem, hogy odafinn ugrokat. Aj. Anzsuba fellázadtak, jó sokat. Nonna az Anzsukat! Hamburg aztán éppen megtalálja a Hamburg ilyen Purge of Swedish Heresy, aztán éppen megtalálják a svédeket. De várj, nem kaptam meg a plusz egy merchantomat. Megvan a 10 tartomány? Megvan. Mint teljes jogú tartomány? Plusz egy teljes jogú tartomány. Igen, hát az, hogy nem megkezdett kolónia. Oké. Okay. Elméletileg egy hónap múlva meg kéne kapnod akkor. Megvárom az egy hónapot, hogy küldjem ki az emberemet valahova. Hát, ti ott akkor ott hagyni 10 tartományjal azt a gyarmati államot? Aha. Oké, okay, hát akkor várjuk meg. Van fontosabb dolgom is. De még nem vártok meg. Oh, fucking fuck. Te vagy a fucking fuck. No, you're the heretic. Na, oké, okay. Megy. Na, megkaptad egy megkaptad ja, a kereskedőt, szupi. Tele vagyunk cukorral, meg dájjal. Na most, hol vannak embereim? Grimben kollektelek, Anzsuban. Malakkában kollektelek. Fülöp-szigetekről transfer? What? Mi? Fülöp-sziget Nipponba transferelek innen. Jó. Van Brackingben kereskedőd? Ott nincs ez a home trade nódom. Akkor küldöd a gyűjtsőmbe és ez fel fogja menni az effekt. Bár csak a csingek, vagy a csík, vagy nyilvdeset, ők állnak veled szemben. Xianból transferelsz Peking felé? Aha. Oké. Okay. Akkor... Kantonból? Szibériából vagy? Transferel sehova. Kanton. Kanton. Itt Malakkába transferelek. Miért transferelsz Malakkába? Ott Malak- meg kollektelek. Kába? Miért nem Hangzhouba transferelsz, amit szinte teljesen irányítasz és közvetlenül küldött Pekingbe? Ott változtass meg akkor az irányt Hangzhou felé. Hol? Hát Kantonban. És Xi'an... You first need to place a merchant that transfers state of this state. Mi? Ide kell tennem egy merchantot, hogy steerelje. Hát akkor rakd oda alapból... Hát... Jó. A transferelsz alatt azt értettem, hogy ott van a merchantod és transferele. Na, 16 nap múlva idejön. 16 nappal később. Ott van. Oké, jó irányba. Jó, és közben nyertem. Szupi, Matt. Mennyi transferel? Eleget. De még nem váltottál. Itt közben nyertem. Jaj. Visszajöttünk a mongaulienekhez. Jaj. Tehát azokat meg akartam támadni. Igen. Arra várok. De még meg kell várnom, hogy ne én legyek a sátán. Az mennyi idő még? Egy év.
De akkor az alatt az év alatt ne egyesünk meg fél percenként a játékot, oké? The fuck? Mi történt? Én nem tudok rámenni a show diplomatic actions-re. Már csak a mogulok vannak, mint főellensége. Igen. Jaj, kurva anyád. Vissza meghaltam, ja nem átterítettem valamit. Bőni, mert tűzték! Ja nem, csak kóroztam. Nem is terítettem át semmit. Mi történt? Semmi. Akkor jó. French cooker not. Egyébként ugye tudod, hogy a békével kell megvárnod, hogy ne te legyél a sátán, ugye? Tehát megtámadhatod őket közben, hogyha elkészülnek közben a kórok. Egyelőre jól állunk. Aha. Elmondjuk meg őket, miért ne? Csak egyszer felvonunk a határa. Meredik, hol voltál? Nem, a határon. De, a határon. Yes on the border. Ezek egyfolytában engem embargóznak. Hát, szörnyű. Franciaország harca az angolokkal, French-British Colonial War. Na. Az üzbélyek összeomlottak. És Jarkand és Kazak az erősek. Hát igen. Nem baj. Itt van a kakilik, nem akarod ide küldeni? Adventures in the kakilik. Amúgy nem is olyan rossz, 4-4-2. Küldted egyetemre? Aha. Úgy értem Kaki tábornok. Ja, hogy ez úgy. A neve. Oh. Hi, my name is Kaki tábornok. What the fuck, ez mikor épített ide egy erődöt? Az erődöt szerintem már nekem is meg kellett szállnom, amikor az előbb harcoltam velük, szóval akkor. Építi itt a mongol nagy falat. No. Több erődje van, mint a kínaiaknak volt, baszki. Kinn akarja tartani a koraiokat az országából. Igazából azt akarta, hogy a mogulok fizessenek érte, de ez a része a ternek nem jött össze valahogy. De fabrikálunk még egy gyakotvénygyár és elköveteljük. Amúgy itt Jarkandot elfoglalom háború nélkül, tehát return warokkal elveszem tőlük az összes területet, ami kell. Micsoda? Jarkandot amúgy épp elfoglalom háború nélkül, mert return warral elveszem a területet. Ilyen van? Ja, persze. Influence action. Threaten war. Egyesével tudsz követelni. Ezt megnézem. Mert kitől akarsz ja, követelni? Ja, itt van. Mi? Ja, háborúban vagyunk. Hát háborúban nem tudsz threaten ölni. De elég veszélyes. Látod, milyen pusztítást csinálunk itt? Veletek is ez lesz. Aha. Oké, itt lejárt közben a megnövelt sertőségünk. Bevettük hohot. Hoho! Hohohot! Esztoni Fanulga mindjárt város lesz. Akkor felvetek még egy haszontalan küldetést! Local Traders Demand Aid, miért adja ezt egyfolytában be? Pech. Generikus esemény. Játék, kiakasztasz. Játék, you're playing with my nerves. Azzal most sem hanyiban nem védem a Bredrennyeimet, se nem vazalizálom Kokandot. Ninxiát is bevettük. Meghalt az egyik miniszterem. Trunkeló, a miniszterem! You're playing with my minister! No! Nem tudok fölvenni másik minisztert, mitől kevésbé szeretne a zima, amitől drágább lenne a tech. Fölveszek egy... Fölveszem a Hari Singh Roy-t és Texit. A Texit az, amikor az adók elhagyják az országot. Igen. No. Honnan tudtad?
Hát, értek én az ilyenekhez. Közben elmennek az állami pontjaim, az állami pontjaim, igen. Elmennek az állami pontjaim az adminisztrációra, Trunkeló. Elmennek az admin pontjaim az államosításra. Ezek a csúnya állami pontok. Hát igen. Állami ponthatárról már hallottam, de állami pontok? De... Az állami ponthatár az, amin kívül nem lehet használni az állami pontokat. Ó, meghalt a teológusom. Nekem Add is. Meg ez a játék egy vicc. Miért, mennyi ideje dolgozott meg az a teológus? Megveszem őket, és 2 év alatt megdöglene. Hány éves volt, amikor felvetted? 30. Ó, akkor biztos kolera. Kolera! Érted? Korea kolera. Már megint people sampling new religion. Trunkeló! Pech! Sok tartomány. Ez a humanizmus, bazd meg. Vagy pech. Our policy of encouraging innovation and free thinking has led to our people taking more drugs, bla bla bla. Ne az humanizmus. Feleséges szar. Ne, a 99%-on vagyok. Elfogadtotta a félbirodalmam kultúráját, feleséges szar. Csak hogy nekem még nem fogadtad el. Talán mert még nem toltad ki azt, ami leviszi az accepted culture thresholdot a felére. Te vagy egy threshold. Nem, te vagy egy threshold. Én a kakidik vagyok. Jó van, kakidik. Te meg egy, mi voltál? Ja, egy hokkot. Kakitábor. 60% overextension, és most vagyok 51-en. Ez nem jó ötlet. Várd meg, hogy elkészüljenek a kórjaid, addig szállogass meg, meg fosztogass. Mennyi idő, míg elénk elkészülnek a klórok? Klórok? A klórok. Áprilisban lesznek kész. Hát ezt megvárjuk. Amúgy elkezdett nagybetűkkel kiírni a játék, csak úgy szólok. De a Mugász az erőnk mindig komolyabb. Ugyan már, de hogy is. Több betűd van, az, vagy kevesebb betűd van, azért így aki nagyobbakkal, de nekem több betűm van. És? Hát mi a fontosabb, az, hogy mekkora betűméretet írsz le valamit, vagy az, hogy mi van odaírva? Nem tudnád a méret a lényeg. A betűknél? Mindennél. Ó. Oh. Jó napot, írtam ezt a tudományos tézést, tudom, hogy hülyeség, de 62-es betűmérettel írtam és 500 oldal. Dulkadiri dzsihád against az araba! Nadi az araba! Ajjaj! Trunkeló, kitart, hogy ki garantálta az araba függetlenségét? Na? Mother Russia. Oké, vele úgyis elintézem majd a dolgaimat hamarosan. Majd gyártam a határt. Gyártam a határgyárokban, Trunkeló? Hányan dolgozik? Te miért harcolod Bogusztrádiával? Ja, hogy te! Ja, hogy én! Te most háborúzod az oroszokkal? Nem, Trunkeló. Azért mondtam, hogy beírtak egy háborúba, amiben benn vannak az oroszok, mert nem háborúzok az oroszokkal. Hey, you're playing with my nerves! Egy kancellár és egy diplomata. Van helyette egy haszontalan fickó és egy haszontalan fickó. Ahhoz látom, szétharapó fogod az egyik seregét éppen. Na, a kétcsillagos tábornok, jó. Ja, hogy az egyik sereged nem is abban a csatában ment, az hittem a kettővel támadott, hogy you know. Minek? Hogy többen legyél a csatában és stack wipe-old. Tessék, most fogom. Hát, hogyha megállítod, akkor nem. Purpura. Már Mongolia. Egy kicsit több embert vesztettem, hogy muszáj lett volna. Jövőzgött. Fucking Korea. They are part of Mugász! Már áprilisan? Ez volt gyors. Na, 100%-on megint. Good, Trunkekin. Nem engedd át az arany horda? Ja, hadd válok az arany hordával, hups.
Fakir, rohadt aranyi orda, hogy nem engednek át. Ja, meg Ardalánon keresztül is oda tudok menni. Jó, az oroszoknak itt van 45k ember, egész jól néznek ki. Milyen a haditechjük? 26-os. Oroszország amúgy Tekken szinten tartotta magát, de ugye ideái nincsenek. Ez a lehető legrosszabb játékmód egy kelet-európai országgal. Na, egyelőre legyen elég ennyi. Na aztán kohárt utána még le tudod rohanni. Külön aztán csá. Alig követeltél el valamit. Pedig héttel ez is sok volt. Ja, látom azt a mongolian péniszot elkövetelted Jumen felé. Mhm. Na. Tépítem a falat. Viszont akkor... Na, most újra kicsit korea vagyok. Úgyhogy... Mi? Én viszont amondó vagyok, hogy már körülbelül ennyi feled bele, közben csinálsz az adminisztrációd. Úgyhogy ez volt már a továbbra, ez volt már a Csanka! Csanka! Ez volt már az Urbanizáció 4 távoltengei. Bocs, hogy igazából ez a rész arról szólt, hogy 45 percig ütjük a kis hatalmakat, de ilyen is van. És találkozunk a legközelebb, amikor megtámadom az oroszokat. Addig is viszont, ledesről! Még nem támadtad meg őket? Hát most értem be az aranyhordó területére. Tényleg el kell kezdenem krémelni Oroszországot. Neked kell kezdened krémelni Oroszországot. Na baj! Te, várjál! Meg tudod majd itt a bohémiai szövetségét szüntetni? Nem én vagyok a Warleader. És nem is Oroszország a Warleader. Dulkadir dönti el, hogy mi lesz belőle. Na baj! Elköszönsz! Megköszöntem. Fuck you!